védőfelszereléseket, oltástechnikai eszközöket, valamint ilyen speciális mentéshez szükséges berendezéseket is vásároltak a megyei önkéntes tűzoltók abból a támogatásból, melyet egy hazai pályázaton nyertek. A megyénkből 29 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott, mind a 29-en eredményesen szerepeltek a pályázatokon és jutottak forrásokhoz, illetve 6 önkormányzati tűzoltóságunk jutott további pályázati forráshoz. A tűzoltósági és műszaki mentési területen mintegy 44 millió forint forrás jutott ezáltal a megyénkben, illetve az önkéntes mentőcsoportok vonatkozásában pedig egy 6 millió forint, több mint 50 millió forint támogatási összeg jutott ezáltal a megyénkben az önkéntesség, illetve a mentőtűzvédelem támogatására. A jelenlegi állapot szerint a vonulási feladatok több mint egy tizedében önkéntes tűzoltók látják el a mentési munkálatokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az ő feladatuk jelentős a hivatásosok munkájának támogatásában, melyhez elengedhetetlen, hogy ezek az egységek is minél jobban fel legyenek szerelve. Ennek a pályázatnak több irányú volt a célja. Az elsődlegesen lehetett pályázni szertár építésre, felújításra, tehát legyen egy olyan hely, ahonnan az önkéntesek el tudják látni azokat a feladatokat, amit vállaltak. Aztán volt ebben képzés és vizsgáztatás is ebben a pályázati lehetőségben, vagyis az állománynak a felkészítése, hiszen mindenki felkészült legyen és képzett legyen a mentőtűzvédelmi tevékenység végrehajtására. És a harmadik része pedig az volt, hogy olyan eszközöket és védőfelszereléseket juttassunk el az önkéntesek számára, amelyeknek a beavatkozásokat végre tudják hajtani. Ezekben voltak tűzoltótechnikai eszközök, voltak védőfelszerelések, és voltak benne olyan eszközök is, amelyeket a műszaki mentések során tudnak alkalmazni, és ott tudják meg hasznosítani. Egy összskálát állítottunk össze, és az önkéntesek igazából olyan eszközökre pályáztak, természetesen a mi szakmai támogatásunk mellett, amelyekkel egy komplex beavatkozást tudnak segíteni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az önkéntesek tavaly egész évben összesen 4 alkalommal vonultak többször, mint az év eddigi részében, tette hozzá Nagy József.